Az onkológia területén a gyógyszerkutatás rohamos ütemben zajlik és fejlődik. A maikor jelentős felfedezése a biológiai terápia, melynek hatásmechanizmusa különbözik az eddig használt gyógyszeres kezelésektől. A kutatók keresik azokat a gyógyszereket, amelyek csak a daganatra fejtenek ki hatást, a többi szervet nem károsítják, és nem pusztítják el az egészséges sejteket. Gyógyszerkutatások. Napjainkra a rákos daganatos megbetegedések esetében használt kemoterápiás kezelés közel van teljesítő képessége végső határához. A megoldást és a tovább lépést az új célzott gyógyszeres terápiák jelenthetik. A kutatók egyre nagyobb lehetőséget látnak azokban a szerekben, melyeket a daganatok növekedésében és terjedésében főszerepet játszó molekuláris targetek, azaz célpontok ellen alakítanak ki. A gyógyszerkutatások új célpontokat keresnek, illetve a már meglévő nagyhatású gyógyszerek támadás pontjainak a feltérképezése folyik, ami azt jelenti, hogy lehetőség nyílik arra, hogyha tudjuk elemezni a daganat tumor biológiai tulajdonságait, tehát azokat a hibás pontokat, ami a daganat fejlődésben szerepet játszik, és erre tudjuk kiválasztani a megfelelő biológiai válaszmódosító gyógyszert. Ezeknek a hatás mechanizmusát nevezzük úgy, hogy célzott terápia. A célzott daganat terápiával új korszak kezdődött az onkológiában. Igaz, még számos kérdés megoldásra vár az új gyógymódokkal kapcsolatban, de a kezdeti eredmények után az orvostársadalom bízhat abban, hogy a célzott gyógyszeres terápiák beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. A gyógyszeres daganatterápiának az első állomása úgynevezett kemoterápia volt, ami a legrettegettebb a köztudatban. De tulajdonképpen a kemoterápia is egy célzott terápia, mert azért azon alapul, hogy az daganatsejtek azokra a sejtkárosító anyagokra, amelyeket ilyenkor alkalmazunk, jobban károsodnak, mint az épp sejtek. A probléma az, hogy nagyon kicsi az a távolság, az az ablak, ami a daganatsejt és a normál sejt érzékenysége között van, tehát a kemoterápiás szerek zöme valami módon károsítja a normál sejteket is, még akkor is, hogyha lényegesen kisebb mértékben, mint a nagy anyagcserét mutató, gyorsan osztódó daganatsejteket. Az utóbbi években hatalmas előrelépést jelentett az egyre célzottabban ható toxikus készítmények megjelenése a piacon. Jelenleg is állnak fejlesztés alatt új gyógyszerek, amelyek kevesebb mellékhatással járó és hatékonyabb kezeléseket tesznek majd lehetővé. A 90-es években kezdték kialakítani a biológiai terápiát, amikor daganatterápiára olyan anyagokat kezdtek alkalmazni, amelyek tulajdonképpen a szervezetben jelen vannak. A biológiai terápia vagy célzott kezelés teljesen eltér a korábbi kemoterápiás citosztatikus kezeléstől, és teljesen másképp is hat. Mellékhatás profilja is jóval másabb és jóval csekélyebb. Míg a korábbi megszokott úgynevezett kemoterápiás vagy citotoxikus gyógyszeres kezelés általános sejtpusztító volt, természetesen jobban pusztítja az ilyen típusú gyógyszer a daganatos sejtet, mint az épp sejtet, de sajnos az utóbbiakat is, ezért elég kellemetlen mellékhatásai voltak és vannak. Ezzel szemben a már említett biológiailag vagy molekulárisan célzott terápiáknál arról van szó, hogy az alapkutatók találnak egy olyan célpontot, ami azt a daganatot, illetve annak a sejtjeit jellemzi, és kizárólag ezen célpont ellen állítanak elő specifikus ellenanyagot, antitestet, ez a biológiailag célzott terápia. Ezeknek a kezeléseknek lényegesen kevesebb mellékhatásuk van, éppen azért, mert nem általános sejtmérgekről van szó. A biológiai terápia során a beteg immunrendszerét, védekező képességét használják ki, és serkentik a rák elleni harcban olyan anyagok segítségével, amelyeket élő szervezetben vagy laboratóriumi körülmények között állítanak elő. A betegnek beadott gyógyszerek a daganat sejtek felületén lévő receptorokhoz kapcsolódva programozott sejthalálra ösztönzik a tumorsejteket.
Az immunrendszert próbáljuk serkenteni arra, hogy vegye észre a daganat sejteket, amelyek kitalálják azt a módszert, hogy el tudjanak bújni az immunrendszer elől. És hát egyre jobban a sejtbiológia fejlődésével és a molekuláris genetika fejlődésével egyre több olyan genetikai eltérést észlelünk, ami adott daganatra jellemző. A célzott daganat ellenes gyógyszerek fejlesztői egy igen sokoldalú és bonyolult problémával állnak szemben. A tumorok ugyanis nem csak környezeti ártalmaknak köszönhetően jelenhetnek meg a szervezetben, hanem vírusok és sejtszintű genetikai mutációk következtében is. A rákos sejtek kialakulása épp egészséges sejtekből nagyon sok komponensű, nagyon bonyolult folyamat, amit nagyon nehéz egyszerűen elmondani. Mégis azt lehet mondani, hogy a fejlődésnek nagyon lényeges mozzanata az, hogy a rákkeltő tényező hat egyszer a sejtmembránon. A sejtmembrántól el kell jutni ennek a téves rákkeltő információnak a sejtek citoplazmáján keresztül a DNS-ig, és a DNS különböző megváltozása, kóros átalakulása történik meg. A daganatok azok úgy viselkednek, hogy bizonyos anyagok serkentik a sejteket arra, hogy korlátlanul osztódjanak, kialakul egy daganatos progresszió. Na most ezt az anyagot meg lehet gátolni azzal, hogy bizonyos antitestek lekötik ezt a sövetek közötti környezetbe, vagy akár a vérbe, és ezáltal ez az inger a sejtek felé nem jön létre, és nem alakul ki a daganat, illetve nem kezd korlátlanul osztódni. A másik lehetőség az, hogy azokat a ellátvívő rendszereket támadjuk meg, amelyek fontosak ennek a folyamatnak a kialakulásában. Többféle hatásmechanizmus van, a biológiailag célzott kezeléseknél irányulhat ez a specifikus ellenanyag, adott esetben egy olyan sejtfelszíni jelfogó, úgynevezett receptor ellen, amelyik valamilyen növekedést előserkentő faktor jelátvitelét biztosítja, hogyha ezt a jelfogót, receptort gátoljuk, akkor a növekedést serkentő faktor nem tud csatlakozni a daganatsejthez, és ezért annak a korlátlan osztódását tudja gátolni. A célzott biológiai terápiát már évtizedek óta rutinszerűen alkalmazzák, az igazi áttörést a klinikai gyakorlatban mégis a legutóbbi 10 év hozta meg. A daganatok molekuláris mechanizmusainak még pontosabb feltérképezése révén. Ez olyan daganatellenes gyógyszerek kifejlesztését tette lehetővé, amelyek kevesebb mellékhatást okoznak a betegnek. Ide kell mindenképpen sorolni még az úgynevezett ér képződést gátló gyógyszereket is, amelyek a úgynevezett biológiai válaszmódosító gyógyszereknek a csoportját hozták létre, és a gyógyszerkutatások ebbe az irányba hatnak. Ahhoz, hogy a daganatok gombos tűfej méretűnél nagyobb áttéteket tudjanak képezni, szükség van arra, hogy saját vérérellátásuk alakuljon ki. Ezt a daganat sejtek egy olyan keringő fehérje természetű anyag termelése révén érik el, amelyik serkenti a vérerek áttétbe való benövését, és ezek látják el az áttéteket mind oxigénnel, mind tápanyagokkal. Hogyha ezt a keringő faktort gátolni tudjuk úgy, hogy egy specifikus ellenanyagot, antitestet termeltetünk ellene, amely blokkolja ezt a faktort, akkor ez a hatás elmarad, tehát nem lesz megfelelő ér ellátása az daganat áttétnek, és ez nem tud növekedni, megkisebbedik, és így, ha nem is tud teljesen eltűnni az áttét, de a daganatos betegség úgynevezett krónikus betegségé alakítható, tehát hosszú távon békésen együtt tud élni vele a beteg, csak példaként mondom, hogy jelen pillanatban a cukorbetegeket, legalábbis az inzulinra szorulókat még meggyógyítani nem tudjuk, de az inzulin kezeléssel akár 100 évig is megfelelő életminőségben tudnak élni. Lelassul a betegség, és egy addig esetek többségében rohamosan rosszabbod a betegség, lelassul, és hosszú ideig tart, tehát krónikus betegség lesz. A ráksejtek a normális sejteknél gyorsabban osztódnak, ezért a hagyományos kemoterápiás gyógyszerek kifejezetten a gyorsan osztódó sejteket pusztítják el.
Mivel azonban léteznek gyorsan osztódó egészséges sejtek is, a kemoterápia ezeket is károsíthatja. Ezáltal jönnek létre a mellékhatások, amelyek megnyilvánulhatnak fáradékonyságban, hányingerben, fájdalomban, hajvesztésben, vérszegénységben, idegi és izompanaszokban, valamint depresszióban. Van, akinél egyáltalán nem jelentkezik mellékhatás, másoknál enyhébb vagy súlyosabb formában fordulnak elő. A célzott kezelések egyik fő előnye a kevesebb mellékhatás, aminek következtében a beteg életminősége nagyban javul. Azonban a biológiai terápiák sem teljesen mentesek a nem kívánatos mellékhatásoktól. Természetesen ezeknek is van mellékhatásaik. A különböző szereknek különböző típusok, bőr mellékhatások lesznek. Van közöttük olyan is, aminek vérkép mellékhatása is van a többi mellett. Tehát más típusú, ez más készültséget igényed és sok tapasztalatot. Azok az igazán sikeres klinikai vizsgálatok ma már, és azok a sikeres gyógyszerfejlesztések, ahol egy, tisztában vannak a gyógyszer pontos célpontjával, vagy célpontjaival, nem elégszenek meg általános vegyészek és biológusok által felvázolt képpel. Kettő, megpróbálják leellenőrizni már a korai fázisban, hogy valóban, amit feltételeztek a kutatók, azok a mechanizmusok működnek-e, valóban azok a genetikai hibák a gyógyszer igazi támadáspontjai. Amikor a törzskönyvezett gyógyszerek a klinikai vizsgálatokból a mindennapi gyakorlatban alkalmazásra kerülnek, általában nagy számú betegen kezdik meg az alkalmazását. Sok esetben előfordult azonban, hogy a betegeknek csak kisebb százalékánál volt hatékony az új és igen drága gyógyszeres kezelés. Ezek a költségek és a felesleges szerek adása megspórolható, ha előzetesen genetikai vizsgálattal ellenőrzik, hogy a daganat fog-e reagálni a célzott kezelésre. A molekuláris markerek vizsgálata nem csak a daganat progresszióját, hanem a terápiás érzékenység meghatározását is elősegíti, és ezáltal módot nyújt az úgynevezett személyre szabott gyógyszeres terápiás terv kialakítására. Bizonyos úgynevezett terápiás targettek jelenléte vagy hiánya megszabja, hogy a beteg az adott kezelésre reagálni fog, vagy sem. Az előrejelzés abban segít bennünket, hogy azok a betegek kapják meg a kezelést, akik feltehetően reagálni fognak az adott kezelésre. Az onkológiában annak a megállapítása, hogy a célzott kezelés hatásos lesz-e vagy sem, napjainkban egyre inkább a patológus feladata. Ahhoz képest, hogy 10 éve még csak annyit kellett meghatározni, hogy a daganat jó vagy rossz indulatú, napjainkra a patológiai osztályokon végzett vizsgálatok jelentősen kibővültek. Hogy kinek hatékony vagy kinek nem hatékony a biológiai terápia, abban óriási szerepe van a patológiának és a patológusnak. A patológus fogja megmondani, hogy ez a daganat hordozza-e azt a genetikai eltérést, és az abból adódó fehérje eltérést, amire az a célzott terápia alkalmas, vagy nem hordozza. Ha nem hordozza, akkor arra a daganatra az a típusú kezelés alkalmatlan. Ez nagyon fontos tényező, mert ezek a gyógyszerek nagyon drágák. Tehát ezeket feleslegesen adni, az nem egy jó dolog. Másrészt pedig az ember időt is veszít azzal, ha olyan betegnek adja, akinél ez várhatóan nem használ. És ezeknél a típusú szereknél, ezeknek a diagnosztikus módszereknek a szerepe egyre nő. Az egyik ilyen célzott terápia célpontja, targetje a daganatok osztódását szabályozó géncsoport, amelyek genomikai módszerrel határozhatók meg, és ezek a vizsgálatok kellő információt szolgáltatnak a kezelő orvosnak arra vonatkozólag, hogy az adott beteget beválasszák-e a terápiás protokollba vagy sem. Hogyha az előrejelzés azt mutatja, hogy a beteg nem fog reagálni, akkor egy alternatív terápiás terv kialakítása válik szükségessé.
Sajnos a célzott kezelés sem csodaszer, és nem hatásos minden rákbeteg esetében. A biológiai terápiák az esetek hozzávetőleg 30-40%-ában hatásosak. Mivel génvizsgálattal azonban meg lehet mondani előre, hogy várhatóan kinél lenne eredménytelen ez a fajta célzott kezelés, azokat a betegeket az onkológus nem ajánlja biológiai terápiára. A kezelés hatástalanságának egyik oka, hogyha csak az egyik osztódást szabályozó útvonalat gátoljuk, az alternatív útvonal változatlanul tovább viszi az osztódást stimuláló úgynevezett jeleket. Nagyon sok genetikai eltérés jön létre egy-egy daganatnál, minél régebben áll fenn, annál több, és nem mindegyiknél tudjuk, hogy melyiknek van a kulcs szerepe. Azt kell megtalálni, aminek a kulcs szerepe van a daganat kialakításában. Ha azt tudjuk gátolni, azt tudjuk befolyásolni, akkor jelentős javulást tudunk elérni. Van egy másik jellegzetes szignál átviteli útvonal, ez az úgynevezett RAS onkogének csoportjába tartozó K-RAS onkogén, amely szintén megszabja a gyógyszerérzékenységet. Az epidermális növekedési faktor receptor sejtfelszínén helyet foglaló úgynevezett jelátvitelben résztvevő molekula. A káros ugyanennek a jelátvő útnak a sejtben előforduló másik molekulája, és ezek gyakran károsodnak. A káros gén vizsgálatát érdemes elvégezni, mert azok a tumorok, amelyekben a káros gén mutált, azok nem reagálnak erre a gyógyszerre. Az a tény, hogy a biológiai terápia hatásos lesz egy adott beteg esetében, nem jelenti azt feltétlenül, hogy ez lesz az egyedül alkalmazandó gyógymód. A célzott kezeléseket sokszor inkább kiegészítő jelleggel alkalmazzák a sebészi, sugár és hagyományos kemoterápia mellett. Vannak olyan daganatok, ahol kemoterápiával együtt duplán olyan hatásos, mint önmagában, és ezekben az esetekben kemoterápia együtt kell alkalmazni, vagy együtt is alkalmazhatók, attól függ, hogy a betegségének megidejébe kapta. Mivel a daganatok komplex kezelést igényelnek, a terápia kialakítása az úgynevezett onkotímek, azaz a szakorvosokból álló onkológiai munkacsoportok feladata. A patológus a szövet amellett leteszi ezeket a prognosztikai biológiai markereket is, és megmondja, hogy melyik célzott kezelésre fog reagálni ez a tumor, és a melyikre pedig ne is használjuk, mert csak a mellékhatásokat várhatjuk, a hatást nem. Tehát gyakorlatilag ennélkül nem tudunk dolgozni, itt együtt kell, hogy dolgozzuk a beteg érdekében. Célszerű ma már ezeket a úgynevezett patológiai, molekulás patológiai vizsgálatokat részévé tenni magának az eredeti klinikai kipróbálási fázisnak is, ezzel lerövidülhet a pontos indikációs körnek a meghatározása, mert ha ez nem így történik, akkor utólagosan kell nagyon költséges vizsgálatokkal elvégezni ezeket a vizsgálatokat, külön csak a biológiai marker meghatározására elvégeztetni, ami gyakorlatilag ugyanazt a költséges tesztelési eljárást ismétli meg, amit el lehetett volna végezni a gyógyszerfejlesztés korai szakaszaiban. A daganat sejteket támadó célzott kezelések sikere főleg attól függ, hogy az adott daganat típus rendelkezik-e olyan receptorsejtekkel, amelyeken keresztül a gyógyszer kifejtheti hatását. Az onkológusoknak azonban nem elég csak a daganat típusára odafigyelniük, ugyanis minél több paraméterét térképezik fel az adott betegnek, annál nagyobb az esélye, hogy még időben sikerül a legmegfelelőbb terápiát kiválasztani számára. A daganatok kezelése már egyre inkább nem a klasszikus, úgynevezett patológiai alapokon nyugszik, ami azt jelenti, hogy jellemeztük a primér tumort, jellemeztük a regionális áttétet, és jellemeztük a távoli áttéteket, és erre választottuk ki statisztikai elemzések alapján a leginkább hatékonynak látszó terápiás formát, de nem tudtuk pontosan azt, hogy ez hatásos lesz vagy nem.
Ezzel szemben manapság minden egyes ember esetében megpróbáljuk jellemezni a daganatot, feldolgozzuk molekuláris patológiai módszerekkel a géneltéréseket, a géhibákat, egyéb tumorbiológiai tulajdonságokat, és függetlenül a kiindulási szervtől, függetlenül a szövettani típustól, ezekre a géhibákra alkalmazunk egyére szabottan megfelelő gyógykezelési formákat. Az egyénre szabott terápia felállítása során az orvosoknak meg kell találniuk azt a célpontot, amely a daganatban mindenképpen megfelelő választ fog generálni. Az egyéni terápiához szükséges, hogy figyelembe vegyék a beteg genetikai adottságait és anyagcsere folyamatait, ezáltal megjósolható, hogy ki hogyan fog reagálni egy bizonyos kezelésre, hiszen nincsen két egyforma lefolyású daganatos betegség. Az egyénre szabott terápia azért természetesen egy megint nagyon fontos terület, ez nem azonos a célzott terápiával. Tehát gyakorlatilag nyilvánvaló a célzott terápia kicsit szűkíti a hagyományos kemoterápiás filozófiában alkalmazott kezelést, mert ott ugye az van, hogy adunk egy bizonyos daganatos betegnél kemoterápiát, és várható módon ott reagálni fog, sejtdestrukció, sejt elhajás történik. Célzott kezelésnél kiválasztjuk azokat a molekulákat, azokat a célpontokat, amely alapján fogunk tudni gyógyítani. Tehát gyakorlatilag van olyan daganat, amelyik nem célozható meg azzal a módszerrel, ha keresünk egy másik módszert, amivel az a daganat meg célozható, illetve esetleg egy harmadikat. Az egyénre szabott kezelés azt jelenti, hogy próbáljuk a ruhát rá méretezni és rá formálni az egyénre, adott esetben a terápiát a betegre, tehát nem csak azokat a patológia és az előbb említett körülményeket veszünk figyelembe, hanem az egyed, a beteg egyéni sajátosságait, amely biológiai, molekuláris sajátosság. Figyelembe veszünk a betegnek a genetikai adottságait, hogy hogyan metabolizál, hogyan pont le bizonyos gyógyszereket, és figyelembe veszünk azt, hogy az ő egyére szabott enzimatikus rendszere az hogyan fog reagálni arra, hogyha adunk egy bizonyos kezelést. A rákbetegek számát tekintve érthető, hogy nagy az érdeklődés a legújabb rákkutatási eredmények és a kísérleti stádiumban lévő gyógyszerek iránt. Régebben akár évtizedekre is szükség lehetett egy új készítmény gyógyszerként való bevezetéséhez. Ennek lerövidítése érdekében nagy erővel folytatnak úgynevezett translációs kutatásokat, hogy az elméleti jellegű felfedezéseket a lehető leggyorsabban átültessék a betegágy melletti használatba. Abban a pillanatban, hogy egy jó elméleti ötlet van, akkor kutatók hada tervezetten azzal foglalkozik, hogy ebből az ötletből a lehető leghamarabb konkrét engedélyezett gyógyszer legyen. Természetesen a kipróbálási fázisokon az elsőtől a harmadikig végig kell menni. Szigorú törzskönyvezési, engedélyezési szabályok vannak, etikai szabályok, de ebben is előnyt jelent az Európai Unió, mert az európai ezzel foglalkozó ügynökség, ha végigvitt egy ilyen gyógyszer engedélyezést, az most már automatikusan Magyarországra is érvényes. Gyakorlatilag a fázis egy vizsgálat az, amikor egy korábban állatokon kikísérletezett gyógyszer vagy hatóanyag első alkalommal emberre vizsgálatra kerül. Ez egy rendkívül fontos fázis, elsősorban itt a toxicitását vizsgálják a gyógyszereknek, és kevésbé a hatékonyságát. Nyilvánvaló hatékonysága valamelyest az állatkísérleteken, illetve a biológiai mintákon ez feltételezhető. Itt elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy melyik az a dózis, amely emberben biztosan alkalmazható. A fázis egy vizsgálatban toxicitási, azaz a gyógyszer mérgező képességi vizsgálatáról van szó. Azután a következő fázis 2 vizsgálatban pedig már a klinikai hatékonyságot tartják szem előtt. Így határozzák meg, hogy mely daganat típusnál lehet alkalmazni majd az adott gyógyszert. A fázis 3 vizsgálatban pedig nagy klinikai vizsgálatok vannak, prospektív több centrumban végzett vizsgálatról van szó, nemzetközi kollaborációban történő vizsgálatról. Ez gyakorlatilag ezek a regisztrációs vizsgálatok, ezeknek a sikere esetén a hatóanyag vagy gyógyszer végül is aztán elfogadott gyógyszerré válik, aztán majd később finanszírozott gyógyszerekké. De ezeket a készítményeket először is bizonyos centrumokban lehet alkalmazni. Először is bizonyos nagy centrumok vesznek részt ezekben a fázis 3 vizsgálatokban. Ez azért is jó, mert egyrészt a beteg hamarabb kerül a klinikai vizsgálatba, a klinikai kísérletben, idézőjelbe, ahhoz az új szerhez, ami aztán később gyógyszerré válik. Ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog. A másik pedig ezekben a vizsgálatokban való részvétel során megtanuljuk azokat a mellékhatásokat, mi is betanulunk a gyógyszer alkalmazásába egy szabályozott klinikai vizsgálat keretein belül.
Amikor a gyógyszer pedig gyakorlatilag igazán forgalmazható, akkor elsősorban a nagy klinikai centrumokban szokták engedélyezni a felírást vagy az alkalmasságát, és aztán utána lassan az egyéb centrumokban is hozzáférhető a gyógyszer. Nap mint nap újabb és újabb gyógyszerekkel találkoznak a szakemberek. Általában az amerikai kongresszuson mutatják be a legújabb készítményeket, melyeket az európai kongresszusokon tovább finomítanak. A fázis vizsgálatokat azonban minden esetben le kell folytatni ahhoz, hogy az eredmények kiértékelése után gyógyszerként lehessen alkalmazni a készítményt a mindennapi onkológiai használatban. A gyógyszerkutatásnak ez egy elég hosszú klinikai folyamata, de mindenképpen a biztonságos alkalmazást szolgálja, illetve hát a hatékony gyógyszer kerül igazán kiválasztásra. Az utóbbi időben számos ilyen fázis 3 vizsgálat volt, amelyek alapján ezek az említett készítmények gyakorlatilag elfogadásra kerültek mind Amerikában, mind az Európai Unióban és ezáltal Magyarországon is. Készült a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Aponyi Albert programjának támogatásával.